Jó reggelt kívánok! Amikor iskolás voltam, nem nagyon szerettem a matematikát. Ezt köszönhetem idézőjelben a nagyon rossz tanároknak. Így tehát a matematika órát én borzasztóan untam. És amikor egy-egy jó tanulót kihívtak a táblához, hogy a vége láthatatlan egyenleteket ott írogassa, számítgassa, én egy idő után meguntam másolni a tábláról, megvártam, amíg kiszámítja az eredményt, és beírtam. Az volt a logikám, hogy hát végül is az eredmény számít, nem? Mert minden dolognak van egy summája. Az a lényeg. Erről beszél a Prédikátor könyve is. Miután felsorolja az életnek a hiába valóságait, vagy pontosítsuk, az Isten nélküli életnek a hiába valóságait, végül így összegezi a mondani valóját. A 12. fejezet 15-ös versében. A dolognak summája mindezeket halván, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Hát igen, vannak fő dolgok. Vannak nagyon fontos dolgok. I.S. Gyula, nagy magyar költő, mondta az élete vége felé, nem is tudom, hogy miért van 10 000 kötetes könyvtára, amikor úgyis ugyanazt a 10 könyvet olvasom újra és újra. Igen, ahogy telnek az évek, az ember meglátja, hogy annyi, de annyi dolog, amivel foglalkozott, hiába való volt. És bánja. Ha tudnátok, hogy mennyire bánom, hogy én már 70-hez közeledve annyi hiába való dologgal foglalkoztam. Eszembe jut egy antik anekdóta, amelyet Bot Péter, a híres magyar erdélyi humanista író jegyez fel. Azt mondja Bot Péter, atyafink. Az ókori Athénban volt egy bölcs, nagyon bölcs szólnok, Demosztenész. Ő egyszer a népgyűlés előtt valami lényegbevágó dologról beszélt az aténi összegyűlt népgyűlésnek. De észrevett, hogy azok az emberek nem figyelnek oda. Akkor témát váltott. És azt mondta, na figyeljetek ide, volt egy ember, aki Aténból Megarába akart utazni. Megvan az egy városka, Aténtól nem messze. Mivel abban az időben nem volt se repülő, se autó, se taxi, hát egy szamarat bérelt, hogy azon utazzon. Az volt akkor a szokás, hogy kibérelt egy szamarat, ráült, és a szamárnak a gazdája szépen gyalogolt mellette, aztán majd amikor odaértek az úti célhoz, a szamár gazdája hazavitte a csacsit. Nos, elindultak. Az ember a szamáron, a gazdája mellette, nagyon nagy meleg volt, hőség, akkor már nem bírták, megálltak egy kicsit pihenni. Sütött a nap. Az utas gondolt egyet, és bebújt a szamár hasa alá az árnyékba. A szamárnak a gazdája, hát ő is nagyon ízadott, veszekedni kezdett. Azt mondta, mászom ki onnan, én magának csak a szamarat adtam kölcsön, nem az árnyékát, az árnyék az enyém. De nem, mondta az utas, amikor kibéreltem a szamarat, egyúttal az árnyékát is kibéreltem. Nem igaz, csak a szamarat, az árnyékát nem. De nem, a szamarral együtt az árnyékát is igen. Na, viszontlátásra, és nem azt én ezt megfordult, és indult hazafelé. Az emberek kiáltozni kezdtek utána. Állj meg! Hát nem mondtad meg, mi történt a szamár árnyékával. De most először akkor megfordult, és azt mondta. Szóval titeket a szamár árnyéka az érdeke? És egy ilyen dolog, amely az egész városunk életét meghatározza, az nem érdekel titeket? Ilyenek vagyunk mi sokszor. A Szentírás azt mondja, hogy egyszer szólt Isten, és kétszer hallotta. De ezt egy igazán szellemi
életű zsoltáriról mondta. Mert a legtöbb ember úgy van, hogy százszor szól Isten, és egyszer se halljuk. Mert el vagyunk foglalva, elfoglaljuk magunkat mindenféle szamársággal, mondjuk így. Én mindig úgy megrökönyödve olvasom azt az epizódot, amikor Jézus Krisztus megy az úton, nagy tömeg követi, és valaki bekiált neki. Szólj az én testvéremnek, hogy ossza meg velem a vagyonát. Egy másik pedig bekiált neki, és azt kérdezi tőle, sokan vannak azok, akik majd üdvözülnek? Hát ki jó emberek? Hogy létezik ilyesmi? Talán utoljára látjátok Jézus Krisztust. És téged akkor is a vagyon érdekel? És téged is akkor is, és téged akkor is nem az érdekel, hogy te hogy üdvözülj, hanem az, hogy vajon sokan vannak, hányan lesznek ott, 10-en, 30-an, 330-an, 3 milliárdan. Nem az a fontos, hogy te ott legyél? Mennyire szeretném, hogy ezek a gondolatok ösztönözzenek arra, hogy keressük a fontos dolgokat. Amint Bölcs Salamon élete végén szomorúan gondolt vissza, hogy mennyi, de mennyi hiába való dologban kereste a boldogságot, és imbe nem kapta meg, de hála Istennek megtalálta. Élni az Istent, és az ő parancsolatait megtartani. Olvassuk a Szentírást. Minden nap egy 15 percet, hogyha olvassuk, egy év alatt sikerül az egész könyvet átolvasni. Az nagyon fontos. És annak a fényében, annak a tanítása szerint járni. Bár csak így lenne. Viszontlátásra!